Az ételek bevezetését tápszeres babáknál 4, anyateljes babáknál 6 hónapos kortól lehet elkezdeni. Az első ételek általában az idén gyümölcsökből készült pépek, ezután következik a zöldségek, a húsok, majd a tejtermékek bevezetése. A hozzátáplálás témakörét Berde Mártóné védőnő segítségével jártuk körül. Most, amiről szeretnék beszélni, egy nagy mérföldkő a kisbabánk életében, illetve az édesanya életében is. Amikor az eddig szoptatott, remélhetőleg csak szoptatott kisbabánk kezd érdeklődni a táplálékok iránt, a más ételek iránt, és bennünk is megérik a gondolat, hogy most már esetleg mást is adhatnánk az anyatejen kívül, hogyha a baba tápszert teszik, akkor már 4 hónaposan elkezdhetjük ezt a hozzátáplálást, ha pedig csak anyatejet teszik, akkor nagyon javasolt, hogy megvárjuk a 6 hónapos életkort. Ez egy ilyen bűvös szó is, hogy 6 hónap, ezt a legtöbb anyuka tudja, hogy a WHO ajánlása szerint nagyon javasolt a 6 hónapig tartó kizárólagos anyateljes táplálás, és ezt azért nem egy anyuka be is tartja, illetve tudja, hogy ez mennyire fontos a baba életében, és a család életét is így szervezi. A kisbaba 4 hónapos korától egyre érdeklődőbb lesz, figyeli, mit és hogyan eszünk. Ez segíthet a hozzátáplálás elkezdésében. Mi magunknak is, az édesanyának is meg kell érni arra, hogy etesse, mással is etesse a gyermekét. Azért tudni kell, hogy az, hogy megszoptatni, merre tenni, az, amikor már bejáratódik és rutinból megy a dolog, akkor egy sokkal egyszerűbb művelet, mint az ételeket elkészíteni. Be kell szerezni, meg kell tisztítani, meg kell párolni, főzni, pont kész legyen, el se hűljön, meg se romoljon, amikor megéhezik, addigra kéznél legyen. Ez egy sokkal nagyobb szervezést és valódi ténykedést igénylő feladat, mint ha csak megszoptatom. Mégis a legtöbb édesanya vágyik erre, hogy jaj, mikor adhatom már az ételeket neki. És a kisbaba is észrevehetjük, hogy valami megváltozik a viselkedésében. A családi asztalnál ölben ülve elkezd érdeklődni, hogy mit csinálnak a felnőttek, mit vesznek a kezükben, mit visznek a szájukhoz. A csecsemők egyébként is nagyon orális, szájközpontúak. Ez ebben is megnyilvánul. Ha azt látja, hogy a felnőtt a szája körül csinál valami érdekeset, az őt is nagyon foglalkoztatni kezdi. Ekkor már biztosan nyúl, tehát 4-5 hónapos kornál járunk, maga biztosan nyúl és meg tudja fogni azokat a dolgokat, amiket ő akar, és bizony kiveszi a felnőtt kezéből a kanalat is, a kenyérdarabot is. Ez egy nagyon fontos fejlődési stádium, de azt azért tudni kell, hogy a kisbaba a pacalpörköltet is ugyanilyen érdeklődéssel fogja nézni. Ez nem jelenti azt akkor, hogy érdekli az étel, tehát bármivel megetethetjük. Ezt nagyon-nagyon át kell gondolni, hogy mikor mit adunk a gyermekünknek, és majd mindjárt erre részletesen ki fogok térni. Ahhoz, hogy a hozzátáplálást elkezdhessük, a rágóizmoknak is elég fejletnek kell már lennie, hogy ne csak a szoptatásra legyenek készek. Egyébként az első hetekben általában minden kisbaba ügyetlenül végzi ezt a műveletet, és nem nagyon tud a kanállal mit kezdeni. Lecsurog, két oldalra csurog a kanáról, illetve még az első időben nagyon működik a nyelvkiöltő reflex, ami a szoptatáshoz fontos, de a kanalas táplálásnál viszont akadály. De ez hamarosan meg fog szűnni ebben az időszakban. Természetesen a hozzátáplálás sem megy egyik napról a másikra, a folyamat nagy türelmet igényel az anya részéről. Általában egy 5-6 hónapos korra az anyatej is vagy mennyiségileg lesz kevés számára, vagy már minőségileg nem minden szempontból megfelelő a csecsemő számára. De ha
akadályokba ütközik, és nem olyan simán megy a hozzátáplálás, mint ahogy azt elgondoljuk, akkor se legtöbb esetben nincsen semmi baj, hogyha a valódi hozzátáplálás akár 7-8 hónapos korra kitolódik. Természetesen próbálkoznunk kell azért. Nem kell azt gondolni, hogy ma még csak szoptatom, vagy a tápszert adom a babának, és holnap pedig már egy egész bébi ételt, vagy az elkészített baba ételt meg fogja tudni enni. Ezt nem is szabad így csinálni. Természetesen a fokozatosságot be kell tartani, és nagy türelmet igényel. Tehát ez tényleg egy anyukák által is nagyon óhajtott és kívánt művelet, hogy etessük a kisbabát, de aztán az első pár nap vagy pár hét után kiderül, hogy ez nem is olyan gyerekjáték. Az anyatejhez, illetve a tápszerhez képest, amik ízetlennek mondhatóak és nagyon semleges ízösszetételük van, a gyümölcsök és a zöldségek ízbombának nyilváníthatók a kisbaba számára. Ez van, aki már ott jár az érettségében és az érdeklődésében, van, aki ezt teljes odaadással és minden tekintetben elfogadással veszi ezt az akadályt, és alig győzzük adni neki, vagy alig győzzük betartani a fokozatosságot. Más kisbabáknál viszont hetekbe telhet, hogy igazán beépítsünk egy-egy gyümölcsöt vagy zöldséget, sőt, akár tényleg a fizikai elutasítás minden formáját megtapasztalhatjuk a gyermeken. Kiköbdösi, félrenyeli, eltolja a kezével, és sír, ha az anyuka ezzel próbálkozik, és ő csak szopcsizni akar. Hát ezt akartuk az első hetekben, aztán nem mindenkinek megy egyszerűen a hozzátáplálás. Fontos a fokozatosság. A hozzátáplálást a szezonális gyümölcsökkel kezdjük, és egyszerre csak egyet vezessünk be. Jó, hogyha a szezonnak megfelelő itthon termelt hazai gyümölcsökkel kezdjük a hozzátáplálást. Az alma az mindig elérhető is. Mindig frissen kerülhet a kisbaba asztalára. Az őszi barack is egy nagyon hamar adható gyümölcs. Hogyha nem tudunk hozzájutni, mert éppen nem a szezonja van, akkor jó, hogyha fagyasztva adjuk a gyümölcsöket. Ahhoz képest, hogy a citrusféléket próbálná valaki adni, ezeket egy éves kor alatt nem javasolt. Messziről jönnek, máshol termelik, és sok vegyi anyaggal kezelik ahhoz, hogy számunkra élvezhető legyen, de ez egy kisbaba, egy 5-6 hónapos kisbaba számára nem megfelelő. A csecsemő táplálásban nem javasolt, hogy helye legyen. Egy-egy gyümölcsöt, majd utána a zöldségeket, amelyiket elkezdjük, azt egy néhány napig csak azt adjuk. Megfigyeljük közben, hogy hogyan viselkedik, nincs-e hasfájása, görcsövése, hogy változtatja meg a székletét. A színére nagyon figyeljünk, ez néhány anyukát, vagy aki még ilyeneket nem tapasztalt, az esetleg meg is rémítheti, hogy a céklától piros lesz a széklet, a sóskától zöld lesz, és meg is azt is megélhetjük, hogy mi az, amelyik lazítja a székletet, amelyik pedig esetleg szorulást csinál a kisbabának. Ezeket szépen lehet ezekkel játszani, amit délelőtt adunk, az lehet lazább, amit délután adunk, az egy kicsit összefogja a székletét, és akkor tulajdonképpen egy kiegyensúlyozott emésztés lesz az eredmény. Néhány nap után, ha nem találunk semmi különösebb problémát, akkor elkezdhetjük a következő alapanyagnak a meg elkészítését, amit az előzőhöz hozzá teszünk, és ha összeillesztjük az almát a barackkal, a meggyel, aztán ha eltelt néhány hét, akkor szilva, körte és sárga barack is jöhet. Mindig először csak keveset tegyünk, ha bírja a kisbaba, akkor emelhetjük az adagját.
Először a délelőtti anyateljes vagy tápszeres táplálást próbáljuk helyettesíteni a pépes, a pürés ételekkel. Az említett néhány kanál baba étellel megkínáljuk a kisbabánkat, és utána, amikor a folytatás következik, akkor pedig újra szoptatjuk, vagy a tápszert elkészítjük számára. Ahogy az adagot növeljük, úgy fog a tápszer, illetve az anyatej adagja csökkenni, és egy 3-4 hét alatt kinek milyen a fogadtatása és a hozzáállása az étkezéshez, kiváltódik az adott étkezés. A gyümölcsök bevezetését követően a zöldségek ízével is megismerkedhet a baba. A zöldségek szintén fontos tápanyagokat tartalmaznak a gyermek folyamatosan fejlődő szervezetének. Következőleg a zöldségféléket vezetjük be, és ezeknek is a felemelt adagjával egy koradélutáni órai szoptatást váltunk ki. Hát egy olyan 8 hónapos korra azt gondolom, hogy a legtöbb kisbabánál megtörténik az, hogy már kétszer eszik a pürét. Ha nem is teljes adagban, és egy kis idő elteltével szükséges az újabb szoptatás vagy tápszer, de már kétszer is etethetjük pürével. A harmadik étkezésnek a kiváltása az 9-10 hónapos korra tevődik, és egy éves korra pedig elkezd hasonlítani a csecsemő táplálkozása a felnőttek, a család étkezéséhez. Olyan 10-11 hónapos korban a saját magunk részére készített ételekkel is ismertethetjük, kóstoltathatjuk. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy teljesen azt adjuk a babának, amit mi magunk számára főzünk. Ilyenkor megfigyelhető, hogy a család étele egészségesebbé válik jó esetben, tehát mi a magunk étkezését igazítjuk ahhoz, hogy a praktikumnak megfelelően a kisbabánk is megehesse. Ez azt jelenti, hogy delikátot, sót, borsót, konzerveket, készételeket, akkor ha eddig nem tettük, akkor kivonjuk a saját táplálkozásunkból, mert ez a kisbabának nem megfelelő, és mi fogunk egészségesebben étkezni. A zsírt is lecsökkentjük, és az ételkészítési eljárásokat is egészségesebbé tesszük. Jó hatással lehet gyermekünk étvágyára, ha az etetést a saját étkezésünkhöz igazítjuk. Jó az, hogyha a kisbabának az etetése a család étkezéséhez kapcsolódóan történik, tehát egyen ő is ott velünk, igyekezzünk a napi rendjét úgy igazítani, hogy a mi étkezésünkkel is egybeessen. Ez persze nagyobb feladat az édesanyának, mert ha ő is eszik, akkor nyilván kevésbé tud a babára figyelni, illetve ha a babára figyel, akkor ő jól lakása maradhat el, de az a millió, ami remélhetőleg a legtöbb családban az étkezést jelenti, hogy együtt vagyunk, beszélgetünk, és egy harmonikus környezetet teremtünk, és mindenki jó étvágya leszik, ez mindenképpen kecsegtető a kisbaba számára, és ez egy jó érzés lesz. Tehát ha ezt a formát felvesszük, akkor most valami jó fog történni. Ha ehhez képest még azt is látja, hogy az édesanyja készíti az ételt, tehát van egy járókánk a konyhába, és ott csörömpölünk az ő arca, orra előtt, akkor ez mindenképpen jó érzés lesz számára. Ez mondhatom, hogy egy jó étvágyú gyermek, akit szeretnénk, hogy 1-2 éves korára jó étvágy, meg eddig is, de addigra is szeressen enni, illetve amikor óvodába kerül, akkor ne azt mondják az óvonénik, és azt tapasztaljuk, hogy hát anyuka, ez a gyermek ezt sem eszi meg, azt sem eszi meg, nem is ismeri. Az
leggyakrabban ide vezethető vissza, hogy az anya nem főzte meg neki, nem csinálta, nem látta a gyermek, hogy hogy is készül egy étel, nem éreztek közben az ízeket, az illatokat, a velejáró ténykedéseket. Ha ez mind előtte zajlik, akkor nagyobb eséllyel lesz jó étvágyó a gyermekünk. Ha az alapzöldségeket, krumpli, répa, sütőtök, megismertettük a kisbabával, itt is a párkanál, aztán tulajdonképpen azt mondhatom, hogy egy következő nap már duplázni is lehet. Ha 3 kiskanállal kezdjük, akkor 6, és így tovább emelhetjük az adagját. Ha már ezeket is ismeri, akkor 4-5 hónapos kor körül után a lisztes ételek bevezetése is következhet. Ezt ma már így helyes javasolnunk, mert a lisztérzékenységet provokáljuk ezzel, illetve hogy minél hamarabb derüljön ki, hogyha valakinek ez a komoly probléma merül fel. Úgyhogy az ajánlások 4-5 hónapos kortól mondják a lisztes ételeket, természetesen ez az anyateljes táplálásnál nem vonatkozik, ott minden 6 hónaptól indul. Ez történhet úgy, hogy gabonapelyhek, ezek nagyon könnyen emészthető, és már egy előre kicsit átdolgozott, feldolgozott formája a lisztneműeknek. Ez nagyon könnyen hozzákeverhető a gyümölcs, illetve zöldségpürékhez, összefogja, sűríti és laktatóbbá teszi. Ezeket nem csak, tehát azért is van szükség a liszt, illetve később a hús és a zsíradékok bevezetésére, mert közben a kisbabánk fejlődik súlyban is, és mozgásban is, ami hatalmas változás a szervezetében, és nagyon nagy energiát követel. Már nem elég az anyatej, ezzel meg kell békélnünk, szüksége van ahhoz, hogy a mozgása megfelelő legyen, és az értelmi fejlődése, szüksége van arra, hogy ami élettanilag kell, és már sajnos kevés az anyatejben, ezt kívülről kapja a általunk elkészített ételekből. A vérszegénység is ez egyik ilyen dolog, ami ha nagyon elnyúlik az anyateljes táplálás 8-9 hónapos korban is még a lényegi tápláléka, akkor bizony felvetődik az, hogy vérszegény lesz a kisbabánk, ha nem kap zöldséget és húsféléket. 6 hónapos kortól kis mennyiségben fokozatosan bevezethető a hús is, ami fontos fehérje forrás. A húsnak a bevezetése egy elég nagy feladat, mert azt megfelelő állagúvá kell tenni. Meg kell főznünk és pürésíteni, hozzákeverni az adott zöldséghez. Ez egy kicsit szárazabbá és tömöttebbé teszi az ételt. Finom ízt ad neki, de nem minden kisbaba fogadja szívesen. Azért próbálkozni kell vele, ha egyszer először nem fogadja el, nem szabad feladni, akkor tartunk egy pár hét szünetet, és aztán újra próbálkozunk. Ez egyébként mindenre érvényes. Tehát ha egy 4 hónapos kisbabának nem tetszik az almapürénk, nem kell azt gondolni, és kijelenteni, hogy nem szereti az almát, 2 hét múlva lehet, hogy szeretni fogja. És egyébként más elkészítési eljárásokkal is lehet próbálkozni. Általában a gyümölcsöket illetően az a jó, hogyha nyersen készítjük, nyersen kínáljuk, de azért, ha nyersen nem szereti, akkor megpróbálhatjuk megpárolni az almát és a körtét is, és úgy puhább és könnyebben ízlelhető állagúvá válik. Fűszereket ne használjunk, illetve a szokásos fűszereket, ahogy említettem már, a sót és delikátot, cukrot se használjunk. Az ételeknek a természetes íze a zöldségeknél is megjelenik, ami kicsit édeskésebb, az azzal teszi finommá, ami sós állagúnak mondható, ott is az a jó, hogyha a zöldségeknek a természetes íze jön ki.
Zöld fűszereket viszont adhatunk hozzá, ami ellensúlyozni fogja a só hiányát. A petrezselyem, a kapor, zellerlevél, ez egészen kicsi csecsemőknél is használható. Egyébként nem kell azt gondolni, hogy a kisbaba azonnal arra vágyik, ahogy mi ízesítjük az ételeinket, mert ő az anyatejet, illetve a tápszert ismeri. Ahhoz képest már maga egy tök is, vagy egy cukkini is ízesnek mondható, ő azt fogja etalonnak érezni, amivel kínáljuk. Ha só nélkül vezetjük be a zöldségeket, akkor ő azt gondolja, hogy ez így van rendjén, és ezt fogja elfogadni. És az említett 10 hónapos kor körül, amikor már kóstoltatjuk a mi ételeinket, és akkorra viszont már a veséje is fejlettebb ahhoz, hogy azzal a kevés sóval megbirkózzon, ami azért mégiscsak be kell, hogy kerüljön a mi ételeinkbe, és így az ő szervezetébe is. A tejtermékek bevezetése 8-9 hónapos korban ajánlott. A következő mérföldkő a 8-9 hónapos kor, amikor a tejtermékek bevezetésére kerülhet sor. Ezt nagyon-nagyon kihangsúlyoznám, hogy minden anyukát türelemre intek. Szerencsére a munkánknak köszönhetően ma már azért ritka az a kisbaba, aki 3-4 hónaposan a krémtúrót és a pötilanon kezdi el ízlelni. Előfordul természetesen, és tudjuk, ez minden anyának a saját felelőssége, de azért az időben adott tanácsainkkal igyekszünk ezt megelőzni, hogy erre sor kerüljön. A tejtermékkel azért elég sok probléma szokott lenni, ami onnan indul, ami a szülőktől indul. Tehát már eleve az anyuka vagy az apuka sem bírja inni a tejet, ezek az érzékenységek, tejemésztési problémák, ezek öröklődnek, a hajlam átöröklődik a csecsemőre is, és nagyon óvatosnak kell lennünk. Sokszor tapasztaljuk, hogy már a szoptatott csecsemőnél sem mindegy, hogy az édesanyja mennyi tejet iszik, és ez előrevetíti a későbbi ő találkozását a tejtermékekkel. Ha sokszor előfordul az is, hogy az édesanyának azt kell javasolni, hogy kevesebb tejet igyon, vagy egyáltalán ne igyon tejet, mert már az a kisbabája bőrén megjelennek az érzékenységi jelek. Azért, ha szépen óvatosan bántunk a hozzátáplálásával, akkor nagy eséllyel, probléma nélkül vesszük ezt az akadályt is. Hát a nagyon finommá teszi egy csipet reszelt sajt az elkészített püréjét, zöldségpürét, a gyümölcsös ételekhez tehetünk egy kanálka túrót, nagyon finommá teszi. A joghurt egy kedvenc baba étel minden tekintetben. Itt azt javaslom, hogy a natur joghurtot vegyük meg, és a házi gyümölcseinket tegyük hozzá. A reszelt almát, alma, megy darabkákat. Ezeket jó, ha tartunk a fagyasztóban. Tehát amikor szezonja van, akkor ugye májustól kezdve egészen októberig minden, amit terem, gyűjtsük be a fagyasztónkba, és nagyon, nagyon kellemes dolog azért decemberben a szilvát elővenni, és nem a szilvás bébételt adni a kisbabának. Nagyon jó, amikor már tejterméket adhatunk a kisbabának, és ő ezt panaszmentesen fogadja, mert ott a délutáni harmadik kiváltott étkezését ezzel meg is lehet oldani. A tejtermék, egy joghurt, az nagy segítség lehet, amikor már úgy gondoljuk, hogy a kisbaba esetleg unja is a zöldség és gyümölcspüréket, és vágyunk is egy kis változatosságra. Egyébként a kisbabák nem feltétlenül vágynak a változatosságra, ha ők szeretnek egy ízvilágot, egy állagot, akkor gyakran nehezen lépnek tovább. Ez a 8-9 hónapos kor azért is mérföldkő a babatáplálásban, mert a rágás, a darabos ételek bevezetése is erre az időpontra jó, ha esik.
Hát a legtöbb kisbabának ekkora már azért 2-3-4 foga van, és ugye a harapáshoz, a rágáshoz ezek nélkülözhetetlenek, bár az az egyéves csecsemő kisgyerek, akinek nincs még foga, előfordul ilyen, az is nagyon-nagyon szépen tud harapni és rágni, mert már annyira erősek az ínyei, és ha ez van, akkor ő ezzel tanulja meg a csócsálást és a rágást. Hagyhatjuk ilyenkor már darabosabbra az elkészített ételét, a megpárolt, megfőzött ételét, és csak villával törjük meg. Nagyon ügyesen elboldogulnak vele, ha valamelyik része nem tetszik, akkor azt kidúrják a kis nyelvükkel, és így azért a lényegi részét meg tudják enni. Természetesen ilyenkor megfigyelhetjük, hogy a kakája jobban tele van a kis darabkákkal, és visszaköszönnek az elfogyasztott ételrészek, de ahogy telnek a hetek, egyre homogénebb lesz ez a széklet, és ez meggyőz bennünket arról, hogy milyen ügyesen fejlődik az emésztése, és milyen ügyesen veszi az akadályokat. Ekkor kell, hogy megjelenjenek a kézbefogható ételek is, a kifli, a kenyérhéj. A kiflinél javaslom, hogy nézzenek utána az anyukák, hogy vízzel készült kifli legyen, tehát nem a teljes kifli. Ezt a pékségekben meg lehet kérdezni. Bátran adjuk a kezébe, egyébként ő el is fogja a legtöbb esetben kérni. Bátran adjuk, mindig maradjunk a gyermek mellett. Tehát azt, amit sajnos láthatunk több családnál, hogy az anyuka kiszórja a kukit, a kekszet, vagy ül a babakocsiban, és az anya pedig csinálja a dolgát, és csócsálja közbe a kiflit. Tehát ezt így nem szabad. Mindig nagyon figyelni kell, amikor az étel van a kezébe a gyermeknek, mert egy pillanat és félrenyelheti. Még itt a félrenyelésnél megemlíteném, hogy amikor etetjük a kisbabát, utána mindig ellenőrizni kell, hogy nem maradt-e a szájába maradék. Ők azt szépen a kis pofazacskóba vagy a szájpadláson úgy eltárolják, vagy ott marad véletlenül. Nem egyszer előfordul, hogy a evés közben, tulajdonképpen evés közben elalszik a kisbaba, két kanál közt olyan is van. Be kell nyúlni a szájába, és meg kell nézni, mert alvó állapotban ez leázik, és nagyon nagy probléma adódhat belőle. A védőnő azt is elmondta, mit kell tennünk, ha félrenyel a baba. A lábunkra fektetjük, és a lapockái közé ütögetünk, hát gyengéden, de azért mégis erősen, és próbáljuk a falatot kimozdítani. Két lábánál fogva rázhatjuk is, vagy a lefektetett babát a bordák alatt próbálunk a gyomorszájra nyomó mozgást gyakorolni. Hát ha a helyzet pedig megkívánja, és látjuk, hogy a köhögéssel, illetve ezzel a néhány segítő mozdulattal nem halad a falat kifele, akkor természetesen azonnal mentőt hívunk és segítséget kérünk. Egy éves korhoz közeledve bevezethetünk új gyümölcsöket és zöldségeket, például a körtét és a sárga barackot, vagy a káposztát és a karfiolt. Fontos, hogy mindig a már ismert gyümölcs vagy zöldség legyen az alap, amihez egy kevés újdonságot teszünk. Vannak azonban olyan alapanyagok, amiket egész csecsemőkorban kerülni kell, ilyen például a méz vagy a tehéntej. A méz, a tej, az olajos magvak, a gomba, a mogyoró, a lencse, ezek a csecsemő táplálásban nem kell, hogy szerepet játszanak. Mézet az allergizáló kis bolyhocskák miatt nem javasolt adni, a tejről már beszéltem, de folytatólagosan, illetve a tejtermékről, folytatólagosan a tej azért nagyon-nagyon felszokott merülni az anyukákban. Azért az alapelv, hogy van egy kisbaba, meg van egy állat, a tehén, a tehénnek az a bocinak való a teje, a kisbabának pedig az anyukája teje van genetikailag elkészítve. A szükséges esetekben pedig a tejből készült tápszerek
vannak idomulva a csecsemő igényeihez. A fehérjék, a tehintejnek a fehérjei nagyon nehezen emészthetőek, nem pelyhek formájában csapódnak ki, hanem egészen túrósan, és ezért lesz alkalmatlan a csecsemő táplálására. Cukor is több van benne, ásványi anyagok nagyon nem a csecsemőnek megfelelő arányban vannak, a veséjének ez nagyon nagy terhet jelent. A vastartalma ugyan nagyobb a tehéntejnek, de nehezen hasznosul, és az utóbbi időben pedig sok csecsemőnél észrevehető volt, hogy a tehéntej fehérje véres székletet okozott. Tehát az emésztésén, az ereket emésztése során a bél ereit is megsértette, és ez véres széklethez vezetett. Ez nem csak a tej adásakor figyelhető meg, hanem a tejből készült tápszerek adásakor is. Ilyenkor aztán nagyon, nagyon speciális tápszerek adására van szükség, amit orvossal, illetve akár szakorvossal kell megbeszélnünk, vagy az ők javaslatára történik ez. A pürék mellett készíthetünk különféle süteményeket a babának, már csecsemőkorban is fontos azonban a fogápolás. A lisztes ételek bevezetésénél már egészen, amikor adhatjuk a lisztneműt, akkor már az egészségesebb lisztfélékben jó, hogyha gondolkozunk, és ezekből készíthetünk finomságokat is a kisbabának, a baba kekszeket, amit házilag elkészíthetünk. Nagyon jó ha a pelyhet, gabonapelyhet, vagy a belőle készült lisztet a reszelt almával, körtével, banánnal összekeverjük, zsiradékot is teszünk hozzá, ha már a kora megengedi, akkor tojássárgáját is, tehát ez egy olyan 8-9 hónapos korra gondolom, és ezt összegyúrva és kilapítva kis lepénykéket süthetünk belőle, ami kézbe is adható, amikor már ezt tehetjük a babánál, illetve megtörve és újabb gyümölcsöt hozzátéve egészségesebb hozzátáplálás, egészségesebb dúsítást kapunk, amikor már az üres gyümölcs nem fedezi a kisbaba igényeit. Ha már ezt a sok-sok mindent teszi a kisbabánk, és ugye legalább 6-8 fogacskája van, akkor a fogápolásról se felejtkezzünk el. Eleinte ezt még egy vizes pelenkával, vízzel átitatott pelenkával, vagy gézzel tegyük meg. Amikor már több fogacska van, illetve elérte a legalább 3/4 részét a kinővésének, akkor jöhetnek a fogkefék, amik ilyen szilikonos anyagú és újrahúzható, és átdörzsöljük fogkrém nélkül, aztán az egy évhez közelítve pedig nagyon puha, sörtéjű kis fogkefécskét is vehetünk a kisbabának, amivel végig tisztogatjuk a fogacskáit a főétkezések után legalább. Az ételek bevezetése mellett az ivásra szoktatás is fontos ebben az időszakban. A baba egy éves koráig forralt vizet vagy babavizet ihat, amit frissen facsart gyümölcslével vagy kamillateával egészíthetünk ki. Az édes, cukros italokat lehetőség szerint kerüljük el. Az ivásról se felejtkezzünk meg, ahogy elkezdjük a hozzátáplálást, legtöbb esetben a folyadékigény is megjelenik. Hát azért hangsúlyozom ezt a legtöbb esetben, mert bizony az anyatejes babáknál előfordul, hogy nem kívánják a folyadékot, és nagyon aggasztja ez az anyukákat, hogy de hát még most sem akar inni. Nem, őt ez kielégíti, megjeleszi a pürét, utána szopcsizik, és ugyanúgy az anyatejnek a folyadék tartalma fedezi a folyadék szükségletét. Kínálgassuk, de erőszakoskodni nem kell. Ha jó leszik, és mellette az anyateje is rendelkezésére áll, akkor nem kell aggódnunk a folyadék hiány miatt.
vízzel kínáljuk. Nagyon, nagyon kihangsúlyozom a víznek a megszerettetését. Itt megint csak az a helyzet, hogy amit először mutatunk a kisbabának, ő azt fogja elfogadni, és arról fogja azt gondolni, hogy ezt így szoktuk, akkor ez jó. Ha az édes gyümölcsleveket adjuk, a boltban kapható gyümölcsleveket, akkor viszont azt fogja gondolni, hogy az a jó, és onnan indul ki. Ha az édes teákkal ismertetjük meg, akkor onnan indul, és ehhez fog mérni mindent. Ha ezt kapta először, akkor már valószínű, hogy a víz nem fog a kedvencei közé tartozni, de ha azzal kezdjük, akkor minden bizonnyal sikeresen teszünk az egészsége, illetve a fogvédelme érdekében is. A víz az nyugodtan lehet a helyi csapvíz, felforralva, lehűtve, babavíz is adható természetesen. Ásványvizeket nem javasolunk, mert azoknak az ásványi anyag összetétele az nem a kis baba veséjének van összeállítva. Ha szoptatjuk a kisbabánkat, akkor a cumis üveget remélhetőleg nem is nagyon ismeri, és így az etetés során, az etetés miatt sem kell megismertetni vele. Nagyon szépen lehet kanálból itatni, kanállal, néhány falat püré után, néhány korty, néhány kanálka vízzel kínáljuk. Ha pohárból is nagyon szépen itatható, oda tartjuk, kortyoltatjuk vele, egyébként is a kisbaba azt fogja ebbe a tekintetbe is szeretni, amit a család többi tagjától lát. A cumis üveget azért jó, hogyha nem használjuk ilyen tekintetben sem, mert abból akkor is jön, akkor is elérhető, amikor egyébként nem feltétlenül van rá szüksége, főleg ha édesleveket kap belőle, és ez a tapasztalatok alapján nagyon elveszi a kisbabáknak az étvágyát, illetve azt a szokást rögzíti benne, hogy játék, séta, mozgás, alvás, mindenhez a cumis üveg való, és egész nap ezzel lehet látni a babákat, és ha kell, ha nem, kortyolgatnak belőle. Ha víz, az még a jobbik eset, de ez gyakran a tapasztalataink alapján nem a víz, hanem az édes italok, ami a fogait tulajdonképpen még a féljövésben elrontja, illetve nagyon étvágytalanná teszi a kisbabákat. Ez persze a vízen kívül még lehet olyan gyógynövénytea, ami finom, ízletes és hasznos, például csipkebogyó, kamilla, vagy a babák számára készített teakeverék, a saját magunk által préselt, passzírozott, turmixolt gyümölcsöknek a felhígított változata is lehet, de mondom, jelentős részében inkább víz legyen. Az elmondottakon túl a legfontosabb üzenet az, hogy főbb irányvonalak vannak, szigorú hozzátáplálási irányelvek azonban nincsenek. Ne stresszeljük túl, legyünk türelmesek, bízzunk az ösztöneinkben és próbálkozzunk kitartóan a védőnő vagy a gyermekorvos útmutatásai alapján.